mindenképpen elégedettek lehetnek a vendégek azzal, amit ebben a szezonban elértek. Van itt is a hazaiaknál pedig Tóth Ádám szerzi az első kosarat a mérkőzésen. Szerettek volna játszani a hazai rendezésű, közben szép Molnár kosár az elsőnek megtépázva. Nagyon szép és trükkös kosár volt. Mindenképpen érdemes kiemelni azt, hogy Zseletovics kosarát közben, ahol a Falkó a címvédő bajnok és kupa címvédő rögtön az első körben kiesett a Szegeddel szemben. Második szándékból turkolók azért lelkesen várták, gyönyörű leosztás közben, és egy Huggins kosár. Végül az oroszlánynál az oroszlány, ezt ki is emelte egyébként, mint Berényi Sándor, miközben egy szenzációs Thames, kifejezetten jó egyébként, szóval sokra hivatott. Valerio Bodon Vincent, ő is sokra hivatott, aki ugye fiatal volt, és aztán 10-zel nyertek. Kiszédül a gyűrűből, a második aztán jó. És üde színfoltja itt a mérkőzésnek, hogy a vendégszektorban is vannak. Gyönyörű tripla közben, Xavier Thames. Baromvölgyi méltatlankodott aztán Tóth Ádámnak egy gyönyörű leosztás. Szép csel, nagyon ügyes kosár. Nem volt jó, lejött a gyűrűről ez is. Drenovac pedig megszerezheti az első kosarát, amelyik egy szenzációs zsákolásba torkollik. Volna átmenni. Drenovac bűvöli az ellenfelet, és aztán szépen oldja meg. Gyors hearing. Garamvölgyinek be. Garamvölgyi szépen fordul, és nagyon szép kosarat szerez. Szépen elzártotta mellette Thames, és egy nagyon szép megoldás. Aska, hogy Drenovac, egy betörési kísérlet. Az viszont már jó. Szerezte meg Iring, jól vette észre Rujákot a túloldalt. Hibátlan 5-5 elleni kosárlabdázók. Iring egy óriási dobás. Az igen! Hát, majdhogy nem a holdról pattant vissza ez a Aska. Könnyű kosár, az is jó lett, de az összes lepattanott Muca gyűjti be. A tripla! Egy Zseletovics elugrasztja ellenfelé Zseletovics, inkább a biztosat választotta. Iring keresni a játszótársat, meg is találja. Szép a kosár! Adni itt a folytatásban. Huggins, óriási tripla! Ez igen! Szítja ellenfelé Parrish. Egy szép kettessel. Iring! Óriási tripla az utolsó másodpercben! 5 pontig jutott, és hát most is nagyon határozottan játszik. Akárcsak Györgyed Renovac. Pláne ebből kosarat kap a Deac. Kalun, aj, mekkora tripla! Lesz-e válasz? Lesz bizony! Nem is akármilyen tripla! Állva nézik a Debrecennek, hogy száll a labda. Ez pedig nyilván megbünteti. Talán hosszabbításra mentse a csatát. Aska, szép kosár, jól van! Ott az ívén Renovac. Most figyelni kell, hogy nehogy elkapja a hép, jaj, de szép, jól van! Márkuzni Drenovac, rádobja, rá bizony, de okosan tette Györgye Drenovac! Ruják, jó a tripla! És Thames, az jó kosár, jól van! Huggins, nagyon jó labda Aškának, Poják, ezt most bedobja, 70-70! Telten a szlovák, egy betörési kísérlet, és aztán oda piszkált Thames. És a második is. 6-ból 6-ot. Aska... Jó! Az bent volt bizony. Brit Virgin szigeteki... Jó, de szép kosár! És ráfújnak aztán Renovácra, hát Kalun. Kijön az első. Kalun, a másik jó. Jó az első! Hú, mekkora mák volt! Az már hibátlan, 76-73. Különbség akkor a Zose javára. Folyák László követi el a faltot, 9,3. Lássuk, bent van az első. A másodikot is bedobja. Az is bent van. Egy nagy dobás még hátulról. Jön az extra. Thames. Lágyon, szép kosár. Kalun pedig, ez is jó, azt könnyen beviszi, és be is dob, és az embernek Drenovac, szép dobó helyzet után egy szép pont. Jaj, de fontos kosár, Huggins! És
és a másodikat is. Dobni mindenképp. Aska, ez már jó. És... jön a válasz! Bedobja az elsőt ráadásul. És a második is bent van. Kedves közönségünk, ez a Huggies kísérlet már nem volt jó. Hiába szinte néma csendben néztük az utolsó másodperceket. Így az OSL Lions csapata a februári 20 pontos vereséget követően 3 ponttal most jobbnak bizonyul a Deacnál, és összességében 86-83-ra egy hosszabbításos mérkőzésen nyert.